Az üdülővezetek felé halad az erdőtűz Portugáliában, az erős szél miatt újabb erőre kaptak a lángok. A tűzoltók mellett már a civilek is segítenek az oltásban. Közben Spanyolországban már csaknem 2500 embert kellett evakuálni az erdőtűz miatt. Kaliforniában pedig az állam történetének legnagyobb tüze alakult ki. Nem akar szűnni az egész Európát sújtó hőhullám. A helyzet Portugáliában a legrosszabb. A tartósan 40 Celsius fok feletti hőmérséklet mellett még mindig nem sikerült megfékezni az ország déli részén pusztító erdőtüzet. Bár az oltás jól haladt, a térségben kedden hirtelen erős szél támadt fel, ezért a lángok ismét tovább terjedtek, és kezdik megközelíteni az üdülővezeteket. Az oltásban az 1400 tűzoltó mellett a civilek is részt vesznek. Visszajöttem egy vödör vízzel és tömlővel, olyan helyre vittem, ahol egyáltalán nincs víz. Nem volt egyszerű, mert sok út teljesen járhatatlan, legalább megpróbáltam segíteni, mondja ez a helyi férfi. Nem kímélik a lángok Spanyolországot sem. Itt már több mint 2500 embert kellett evakuálni. A 35 Celsius fokos hőségben már csaknem 3000 hektárt perzselt fel a tűz Valencia környékén. Kevésbé gyakori jelenség az erdőtűz Hollandiában, a hőhullám azonban nem kíméli a kontinens északi részét sem. Az oltásban a hadsereg helikopterei is részt vesznek, de az erős szél itt is nehezíti a helyzetet. Az Egyesült Államok nyugati partvidékén is erdőtűz pusztít. Kaliforniában több százezer hektárnyi területen egyszerre 23 helyen lángol a növényzet. Két ilyen erdőtűz összeérésével kialakult az állam történetének legnagyobb erdőtűze, ami egyre gyorsabban közeledik a lakott területek felé. Eddig már 75 ház pusztult el, és több ezer helybélinek kellett elhagynia otthonát. Trump elnök már szombaton katasztrófa sújtotta területnek nyilvánította Kalifornia érintett részeit, és szövetségi támogatást kért a károk helyreállítására. Soha nem láttam még ilyesmit, mint ami ott történik. Nagyon hálásak vagyunk a nagyszerű tűzoltóknak és a katasztrófa elhárításban dolgozóknak. Nagyon bátor emberek. Csak néztem, hogy olyan helyekre mennek be, ahova nagyon kevesen mernének, mondta az elnök. A tűzoltásában több megyéből érkezett tűzoltók is részt vesznek. A lángoló erdők füstje beborítja a területet, megnehezítve az oltáson dolgozó repülők és helikopterek munkáját.